Kunhalmi Ágnes a vendégünk, kicsit megfázva. Most már jól van. Igen. Örülök, hogy itt van. Délután nem látszott, hogy meg van fázva. Látszott viszont az, hogy indulatosan kampányol. Hát 3 hónapunk van, Gergellyel egymás tenyerébe csaptunk, és csináljuk. Meg van is mit mondanunk. Azt is mondta, hogy nincs mit várni Orbán Viktortól, de ezt tudják az emberek is, akikhez szólnak. Én azt hiszem, hogy fel kell nyitni nagyon sokaknak a szemét. Valahogy az országban úgy érzik az emberek, mintha eleve elrendeltetett lenne az, hogy Orbánnak állandóan hatalma van. És hogy Orbánik is azt sugallják folyamatosan, hogy ők megdönthetetlenek, az ország 2/3 mögöttük van, ami nem igaz. Hát már 2010-ben is 1/3, aztán 14-ben éppen, hogy csak 1/4 tudtak eredményt elérni, hát nem véletlenül változtatták meg a választójogi törvényt. Fel kell rázni az embereket, mindenkinek van egy szavazata, élniük kell vele. A többség váltani akar. Nem volt egy meglepő mondat, hogy Orbán Viktor nem tudja megvédeni a magyarokat, ami ugye azért volt furcsa, mert pontosan az egyik érv, ami miatt az Orbán hívek kitartanak a miniszterelnök mellett, az az, hogy Orbán Viktor védi az országot, védi a magyarságot, a magyarság megmaradásáért küzd. Hát igen, ám csak ez egy nagyon hamis ígéret, mert Orbán Viktor azt mondja, hogy védi a határokat, de valójában valódi védelmet a magyar munkásoknak, akik 100-ezrével, 10-ezrével mennek ki évről évre az országból, és küldik haza a családjaiknak a pénzt, nem tudja megvédeni azon hasonszörű jobboldali, szélső jobboldali barátaitól, aki egyébként, amikor Orbán hazajön, előtte még a menekülteket, Merkelt vagy éppen Brüsszelt köpködik, Orbánt hazatestékelik, megköszönik neki a részvételt, és utána teleszájjal szidják a kelet-európai munkásokat. Hát mert ott a magyar munkás is jöttetnek számít, persze. Teleszájjal szidják a magyar munkásokat. Azokat a magyar munkásokat, akik nem véletlenül mennek ám el az országból. De lenne eszköz Orbán Viktornak ezzel szemben azon túl, hogy szól nekik, hogy ezt ne csináljátok? Ajjaj, a miniszterelnöknek az a kötelessége, hogy a magyar munkást megvédje az országhatárokon belül és az országhatárokon kívül is. Vernie kellene az asztalt, hogy barátaim, lehet, hogy egy-két dologba egyetértünk, de a magyar munkás a legjobb. A magyar munkások termelnek nektek. Többet termelnek nektek, mint amennyit egyébként ti nekik juttatásba adtok. Ez a minimum, ami a miniszterelnöktől elvárható lenne. Na, ebből két kérdés következik. Az egyik, hogy a szocialisták meg tudják-e védeni ugyanazokat a magyarokat, akiket Orbán Viktor ön szerint nem. Hát sajnos ma pont nekünk szocialistáknak kellett felszólítani az európai jobboldali vezetőket, hogy kikérjük magunkat a magyar munkások nevében, és nem lehet becsmérelni, és nem erészeljék diszkriminálni egyébként a magyar munkásokat. Pontosan ezért kellene baloldali kormányokat választani, és Magyarországon is ezért kell választani, sőt, tovább megyek. Azok, akik ma külhonban dolgoznak, tehát külföldön dolgoznak, azok igenis menjenek el szavazni, ne hagyják azt, hogy így bánjanak velük, mert védtelenek. Na ez lett volna a másik, vagy ezzel összefügg a második kérdésem, hogy és hogy hozzuk haza őket, hát hiszen minden család, ahova ők hazaküldik a pénzt, igazából abban reménykedik, hogy előbb-utóbb nem elmenniük kell, hogy megéljenek, hanem itthon lehet maradni. Így van. A legtöbb barátom, és hát a barátnőim is most már családostul mentek ki. Berlin, Bécs, Prága. Kint vannak, és azt mondták, hogy ami igazából, tehát most karácsonykor találkoztunk, és nyilván erről beszélgettünk nagyon sokáig, hogy mi az, ami miatt, és azt mondja, Ági, nem a bér. Hidd el, nekem nem önmagában a pénz. Az fontos, de nem önmagában ez határozza meg az életünket. Ami fontos, Ági, hogy van egy nagyon erős szociális alapellátás, és egy nagyon erős egészségügyi alapellátás, ami elég egészen széles, jó minőségű és korszerű iskolát és egészségügyi ellátást biztosít a külföldi embereknek is. Na Magyarországon ez hiányzik. Azt mondta, hogy te ide figyelj, hát nem tudunk annyi pénzt hazaküldeni a rokonoknak, hogy tudják kifizetni a külön órát, hogy összebírják kaparni a tandíjára a gyereknek a pénzt, és ami a legdurvább, a család fogsoraira megy el egyébként az a kereset, amit összeszednek kint. Tehát ezt kell megérteni, hogy nincs kilátás sem Magyarországon. Tehát van egy mérhetetlen szellemi sivárság és egy kilátástalanság. Nincs jövőkép, nincs út. Aminek a bére nagyon fontos, de nem elégséges tényezője. Az emberek nem látják, hogy az Isten itt 4 évről 4 évre hova jutunk, mert csak azt látják, hogy egy 7 éves gyereknek kérem ma tényleg nevetséges, megjelent a sajtóban, hogy az a világképe az egyiknek az, hogy közmunkás legyen, a másiknak meg az, hogy a miniszterelnök vagy az adott politikus családjába beházasodjon. Hát ez a karrierút Magyarországon. Hát tényleg azért enni ne haragudjon a világ, de jobb hely ez az ország.
Volt már ez a 20. század elején egy karrier elképzelés a szegény sorsú embereknél. Volt ez már a 20. század elején karrier elképzelés. Hát igen, csak nem mindegy, uram. A valahogy bármilyen munkához jutni, vagy valahogy egy jó családba igen, kerülni. Ám uram, csak nem mindegy, hogy vannak politikusok, akik az 1920-as években akarják visszavinni ezt az országot, vagy a 2020-as években. Na, akkor a célnál vagyunk, oktatás. Hát az egy kicsikét olyan, mintha visszamennénk a 20. századba, de van itt egy nagyon furcsa helyzet, ez egy tavaly nyári adat, ami igazából most kapott nagy nyilvánosságot, hogy a kormány saját dokumentumai szerint is minden negyedik 15 éves iskolás, ők még iskoláskorúak, funkcionális analfabéta, ami voltak éppen azt jelenti, hogy nem tudja, hogy mit olvas. Lehet, hogy fel tudja olvasni, de egy bukkot nem ért belőle. A másik pedig, hogy összeomlott a szakképzés rendszere, nincs oda vezető út, és hogyha valaki mégis bekerül, nincs tovább útja. Ezzel valamit sürgősen kezdeni kell, még ha az Orbán kormány marad, akkor is, de hogyha egy kormányváltás lesz önöknek, nyilván ez egy elsődleges terv. Így van, Karácsony Gergelytől ön azt kérdezte, hogy miniszterelnökként mi lenne az első lépés. Azt mondanám, hogy a gyermekéhezés felszámolása is az iskola rendszerben oldható meg. Tehát meg kell etetni a gyerekeket, és ami a legfontosabb, hogy csak azt a gyereket lehet megetetni is, aki bent van az iskolában. És itt van a kulcs. Ezt kell megérteni, hogy Orbán kitakarította, vagy ki ebrudálta a legszegényebb gyerekeket a magyar iskola rendszerből. Több mint 50 ezer gyerek az elmúlt 7 évben úgy hagyta el a magyar általános iskolai rendszert, nemhogy szakmai, általános iskolai végzettség nélkül, teljes mértékben funkcionálisan analfabétán. Hogy ezekkel a gyerekekkel mit kezdünk, ez a jövő zenéje. Ezen már most gondolkodunk, hogy hogy lehet ekkora tömeget, akik ma még gyerekek, holnap kamaszok, aztán holnap adófizető polgárt kellene belőlük csinálni. Hát meg értékes munkavállalót kéne csinálni. Uram, polgárt vagy munkavállalót, emberhez méltó életet hogy fognak ez ezek is igaz. Tehát funkcionálisan analfabétán, hát kik fogják ők, tehát nem tudom, hogy lehet a munkaerőpiacra, nyilván átképzéssel, nyilván felnőtt képzéssel. Tehát ennek a módszereit és a rendszerét sürgősen ki kell találni. Úgy kezdenek neki, hogyha úgy alakul, hogy jövő őszre, nem jövő, idén őszre ebből lehet valami? Igen. Tehát ez el van kezdve. Kész anyaggal mennek neki? Hát már évek óta. Lényegében évek óta készen vagyunk azzal, hogy hogyan lehet az oktatást a központi témává tenni egy kormányzásba. Tehát az azt jelenti, hogy minden minisztériumnak az oktatás az egy központi területe legyen, hogy odafigyeljünk rá, hogy a költségvetésben minimum 6%-ot el kell érni a GDP-nek, hogy önálló oktatási minisztérium kell, igen, hogy a szakképzésben el kell jutni odáig, hogy nincs olyan szakmunkás, aki ne érettségizzen le. Ma az érettségi az új elemi. Hát meg megváltozott a világ, ugye? Van egy ideaintézetes felmérés, gondolom találkozott vele, Szél Bernadett az első a hölgy politikusok között, a mérés szerint, és a második helyen ön szerepel. Ó, nagyon köszönöm, ahhoz képest, hogy nem vagyok miniszterelnök jelölt, megtiszteltetés. Oktatási miniszteri jelöltnek gondolja magát? Jussunk el odáig. Jó, de mondjuk, hogyha jutunk valameddig. A Gergely azt mondta, hogy ez egy csapatmunka. Nem nekem kell gondolkodni az oktatásról csak, hanem a miniszterelnök jelöltnek, a képviselőjelöltjeinknek, az önkormányzati képviselőjelöltnek, hát kétségtelen, de aztán valakinek képviselni kell az eldöntött intézkedéseket, hiszen azok fájni is fognak valakiknek, meg örömet is jelentenek valakiknek. Nem pozíciót osztunk. Ráadásul szövetségbe gondolkodunk, az utolsó pillanatig nyitva van mindenki előtt a kapunk. Nem az a lényeg, hogy ki az oktatási miniszter, hanem föl tud-e állni egy stabil többségű kormány, egy stabil parlamenti többséggel, ami utána kellő stabilitással végigcsinál 4 évet. Ez a lényeg. Ez nyilván minden képviselői helyre szükség van. Így van. Szabó Szabosnak tényleg azt ajánlotta, hogy akkor lehet képviselőjelöltje az ellenzéknek, hogyha MSZP színekben indul? Nem. Nem. Szabó Szabolcsnak azt mondtam, hogy nem kell belépni a pártba. Frakcióba is külön. És MSZP színekben kell indulni ennek ellenére? MSZP párbeszéd. Nézze, én a közjogilag ebben a pillanatban... De mit csináljon akkor az együtt? Ebben a pillanatban megmondom akkor, mit ajánlottunk Szabó Szabolcsnak, mert én beszéltem vele telefonon. Vagy MSZP párbeszéd színeiben elindul, mert most én más nem tudok neki ajánlani, mert így most ketten vagyunk, vagy bejönnek közös listára és megtarthatja az együtt színeit. Szerettük volna a Szabolcsot. Jó képviselő. Ráadásul együtt vagyunk az oktatási bizottságban. Elképesztő jó csatákat. Hát már amennyire a Fidesz-en jó csatákat lehet vívni, de hogy harcoltunk kéz a kézben, és sokat segítettük egymást. Az MSZP őt szerette volna, ráadásul egy jófajta baloldali ember, mondhatom, úgyhogy az MSZP-ben is eléggé kedvelik. Ügyében önökben lesz kompromisszumkészség, ha ez a visszautasítás például ebben az esetben, vagy akár más esetekben végleges? Nagyon is kompromisszumkészek vagyunk. Azt hiszem, ha valamivel, Gergővel nagyon hasonlítunk egymásra, az, hogy a kapunk mindenki előtt nyitva van, de van egy pont.
ahol nem tudunk hátrafelé nézni, és van egy pont, kérem, 90 nappal a választások előtt megállt kell parancsolni ennek. Valahol nem csak az MSZP-nek és a Párbeszédnek kellene egy döntést meghozni, hanem meg kellene hozni minden ellenzéki demokratikus pártvezetőnek és pártnak is. Köszönöm szépen. Jobbulást kívánok. Köszönöm. És azért vigyázz a bagár ezen a hosszú úton, amire elindult a Karácsony Gergely. Nem lesz egy lányálom, de köszönöm szépen.